Ádi barátomat meginterjúvalom. Jöhetsz ide, Gyöpre! Na, vélemény, érzés, egyebek? Egyrészt köszönöm a lehetőséget, first of all. Mi köszönjük a megtiszteltetést. Itt gyerek körülöttem, légy szíves. Gyerek kicsit más, nagyon picit itt csúszkál. Itt, Ádi, itt. Én jókat mondtam. Nagyon jó a szája, nagyon finom. A kopa előtt fel kell ülni. Biztos voltam benne, azért más itt minden. A kopánál majd azért figyelj egy-két dologra, hogy amikor a Hongkongon egy picit így nyomtál, szépen csinálta. Totalizator handicapben írtam. Ő nála nagyon figyelj, mert őt fogni kell inkább. Jó, tehát ő sokkal-sokkal érzékenyebb. És el ne gurulj csak az egy helybe, minden, mert ő benne nagyon nagy tűz van. Ezzel a totalizator handicapben. Mehet. 3200. Tökéletes. Szép, nagyon intelligens ló. Elfogult vagyok, vagy nem vagyok, de nagyon szeretem ezt a lovat. Ritka agya van neki. Jó van így is. Lejártam messziről kiabáltnak, hogy honki. Szeretik ő, mert lehet szeret. Hatalmas honki. Ló, basz. Itt nagyon állok mellette, nézd meg. Alig tudtam kijönni az istállóból. Igen. Legyek be, nem? Sokszor benn is hagyjuk, mert nem bírunk vele kijönni. Honki! Ja. Jó. Ádikám, még annyi feladatod lesz, hogy a stargépen átsétálunk, jó? Ezen itt? Hát így van. Hát még nem menjünk a nyárira, majd hónap. Kétszer átmenjünk, láttad már a többieket. Ez a fut még? Ne, hát már nincs is idén verseny. Ha jövőre, remélem. Na jó.